Számos európai sajtóorgánum foglalkozott ma Orbán Viktor március 15-ei beszédével. A legtöbben azt emelték ki, hogy a magyar kormányfő neki támadt az Európai Uniónak, azzal vádolva Brüsszelt, hogy gyarmatként bánik Magyarországgal. Címlapon foglalkozott a magyar miniszterelnök március 15-i beszédével a Financial Times. A tekintélyes brit lap azt emelte ki, Orbán Viktor jelét nem mutatta annak, hogy kompromisszumra készül Brüsszellel, pedig mindössze két nappal korábban levélben kérte az Európai Bizottság elnökének segítségét az elővigyázatossági hitelkeretről szóló tárgyalások megkezdéséhez. A BBC arról számolt be, hogy röviddel a Magyarország számára folyósítandó támogatások egy részének felfüggesztése után a magyar kormányfő kemény szavakkal ostorozta az Európai Uniót, azzal vádolva a közösséget, hogy gyarmatként kezeli Magyarországot. A Guardian szerint Orbán a szovjetekhez hasonlította az európai bürokratákat, azzal, amikor azt mondta, ismerve a kéretlen elvtárs és segítség természetrajzát, azt felismerjük akkor is, ha nem vállapos egyenruhába, hanem jól szabott öltönybe bújik. Beszámolójában a New York Times és a Washington Post azt hangsúlyozta, hogy Orbán legitimitása nagyon erős, amit a lapok szerint az is mutat, hogy a kormányfő hatalmas tömeg előtt szólalt fel. A beszédéből a Washington Post azt emelte ki, hogy Orbán azt mondta, magunk írjuk az alkotmányunkat, nincsen szükségünk kéretlen segítségre idegenektől.